hír. Itt van, amennyire tudom, a telefonvonalban George F. Hemingway úr. Jó estét kívánok! Úgyis, mint a Honvéd, illetőleg gondolom az akadémia tulajdonosaként is, mit szól a történtekhez? Hát természetesen ez a hír elkeserítő, tehát ez egy kis hír, én úgy gondolom, mert holnapra már remélhetőleg elfelejtjük, és a garázdák pedig már előlettek állítva. Én személy szerint rettenetesen sajnálom önt, Hemingway úr, mert azt hiszem, hogy a magyar klub tulajdonosok közül az, aki legtöbbet tett azért, hogy a pályákon végre rend legyen, és ha nem is kell most mindent előről kezdeni, de hát önnek most nagyon keménynek kell majd lennie. Hát nem egészen, én nem úgy értelmezem, hogy két-három ember hát garázdásságot követett el. A rendőrség nagyon helyesen azonnal előlítő őket, és az történt, hogy jogállamban történik, meg fogják a büntetésüket. Szerencsétlen fiatal ember, aki ugye nem tudják a kedves nézők, hogy van a csapatban egy Korkut Kendall nevű játékos, aki nem kapott helyet a mérkőzésen, és a rokonok, őket látjuk itt most a képeken nálunk, ezt az edzőn szerették volna számon kérni így. Na de most mi lesz a fiatal emberrel? Hát gondolom a fiatal ember és családja egy másik klubban fogja szerencsét próbálni. Hemingway úr, még egy kérdés. Természetesen gondolom, hogy senki nem számított arra, hogy itt is kellene biztonsági, hát mondjuk így szolgálat, mert szerintem egy nagy bolondság lenne ifjúsági mérkőzéseken, de lehet, hogy mégis kell? Nem kell. Ott volt a rendőrség gyorsan fellépett, és nagyon helyesen köszönjük a kispesti rendőrségnek, ami különben kiválóan működik, és a kispesti rendőrkapitánynak, aki rögtön a rendőrség ott termel, előállította a garázdákat. És azt gondolom, hát ez egy kis valami szerencsétlen dolog, de nem szabad, hogy beárnyékolja azokat a jó híreket, ami a magyar futball környékén vannak. Azt kell mondanom, hogy nem tudom hány ezer U17-es mérkőzés van, de még soha semmi problémák nem volt ezzel kapcsolatban, és hogy két-három ember hát berágott, ha szabad így mondanom. Ez igazából csak azért hír, mert hírnek kell lenni, természetesen önök jelentik, mások jelentik, de még egyszer mondom, megkapják megfelelő büntetésüket, és azt gondolom, hogy ezzel nem kell foglalkozni, ha ilyen probléma még nem volt, és jövőben nem is lesz. Köszönöm szépen, Hemingway úr, és remélem, hogy a jövőben tényleg csak nyugalom lesz továbbra is az ön pályán és a többi is. Azért mi pályán nyugalom van, és nyugalom is lesz, garantálom ennek. Köszönöm szépen!